mondhatjuk azt is, hogy ez a pályázat az esélyteremtő táborozásnak az anyagi feltételeit biztosítja. Egy olyan pályázatot írtunk ki, amelyre civil szervezetek, illetve egyházi szervezetek pályázhattak 1,5 milliárd és 13,5 milliárd forint közötti összegre. Az volt a kritérium, hogy saját tábor kapacitással rendelkezzenek, tehát legyenek saját táborhelyeik, és tudják azt is vállalni, hogy bizonyos számú gyermeknek a táborozását fogják ebből a pénzből megvalósítani, úgyhogy kifejezetten figyelnek arra, hogy hátrányos helyzetű, halmozottá hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő gyermekek is legyenek nagy számban ezek között a gyerekek között, illetve azt is vállalják, hogy önkénteseket is be fognak vonni a táborok megvalósítása során. Ez volt tehát a kritériumrendszer, erre 10 különböző pályázat érkezett be, a 10 pályázók közül 7-et tudtunk támogatni. És azért is vagyunk ma itt, mert a legnagyobb volumenben pályázó, illetve a legmondhatjuk azt is, hogy a kiemelt pályázó és a kiemelt nyertese ennek a pályázatnak, az az Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány volt, hiszen 13,5 milliárd forintos összeget tudtak ennek a pályázatnak a keretében kapni arra, hogy ők tovább fejleszték az Erzsébet táboroknak nem elsősorban a kapacitását, hanem a szolgáltatásait.